Hölgyeim és uraim, üdvözlöm Önöket! Ma is csörtézünk, egyre közelebb vagyunk a helyhatósági választásokhoz, és ahogy ilyenkor lenni szokott, előkerülnek botrányok, régi sérelmek, vagy éppen vizes-vödrös kihívások. Na, ezeken azért most már túltesszük magunkat. Fogunk beszélni a Magyar Nemzeti Bank 200 milliárd forintos nyereségéből költendő alapítványra fordítandó pénzről, meg hogy ingatlanokba is fektetnek, de remélhetőleg szóba kerül majd a Tarlós Lázár vita, a Kehi feljelentése a norvég alap kapcsán, Falus Ferenc és Zuckman Tamás újabb botlatozásai, és Bajnai Gordon új, vagy nem is olyan új munkahelye. Vendégeink ma is, ahogy ez lenni szokott, Szakonyi Péter, a napi.hu szerkesztője, és Boros Tamás, a Policy Solutions igazgatója, másik oldalon pedig továbbra is Gajdics Otto, a Lánchíd Rádió főszerkesztője, és G. Fodor Gábor, a Századvég stratégiai igazgatója. Köszöntelek benneteket újra a műsorban. Kezdjünk szerintem először egy olyan témával, ami rengeteg embert érdekelhet már csak azért is, mert sajnos elég rossz helyen állunk, vagy túl jó helyen állunk az alkoholfogyasztási statisztikákban. Állítólag minden harmadik magyar nagyivó, és pontosan ezért érdemes azzal is foglalkozni, azzal a bejelentéssel, ami egyelőre még csak a világgazdaságban jött le, hogy Lázár János bejelentése szerint, bocsánat, a napi gazdaságban, hogy Lázár János bejelentése szerint nemzeti italboltok nyílnának, ugye alkoholmonopólium jönne létre. Ti mit szóltok ehhez? Ez egy támogatandó ötlet, vagy nem? Elméletben akár támogatandó is lehetne, hiszen több ország van a világon, Svédország, Egyesült Államok, ahol az égetett szeszes italokat külön boltokban árulják, és így próbálnak fellépni az alkoholizmus ellen. De az a gyanúm, hogy Magyarországon ez nem nagyon működne. Egyenes következménye lenne a bögrecsárdák ismételt elterjesztése, és az, hogy egész területek maradnának idézőjelben ellátás nélkül, tehát nem valószínű, hogy egy kis faluba vagy egy kis városba valaki, vagy valakik ebből meg tudnának élni. Az, hogy mennyire szükséges ez az ellátás. Tehát, hogy tudjuk, hogy egyébként pont a kis falvakban, meg azokon a környékeken, ahol ugye eléggé rossz anyagi körülmények között élő emberek laknak, főleg ott nagyon nagy probléma a túlzott alkoholfogyasztás, hogyha számukra nem lenne annyira elérhető az alkohol, akkor az megoldana problémákat? Hát akkor jön a bögrecsárda és a tablettás bor. Tehát sajnos ez az egyenes következménye ennek, és én nem akarok előrevetíteni semmit, de az, hogy ki kapja meg majd a forgalmazási jogot, kinyithat majd ismételten ilyen boltot, az előrevetíti a Trafik Mutyi 2.0-as verzióját, valószínűleg olyan érdekeltségi kör, aki ebben fantáziát és pénzt lát. Borzasztó közhelyet kell mondanom, de hogy itt az ördög majd a részletekben fog lakni, ugyanis nem mindegy, hogy ezekben az üzletekben mit árulnak, valóban csak az égetett szeszes italokat, vagy minden alkoholtartalmú italt itt lehet csak megvásárolni, nem mindegy, hogy milyen áron, nem mindegy valóban, hogy mennyi ilyen koncessziót osztanak ki, hány ilyen üzlet lehet majd Magyarországon. Ezektől függ igazából az, hogy mennyire szorítja vissza a fogyasztást. Szerintem már az is eredmény lenne, és azzal is elégedettek lehetnénk, hogyha nem késztetné a fogyasztást. Lássuk be, most bemegyünk bevásárolni hétvégén egész hétre a hipermarketbe, és ott a leghívogatóbb módon elénk van tárva a teljes paletta. Magamról tudom, hogy én is megveszem, elteszem, ha már otthon van, meg is iszom. Tehát az a helyzet, hogy lehet, hogy ez, és különösen, hogy a gyerekek elé nem kerül majd, ebben van pozitívum. Ugyanakkor a Péternek abban igaza van, jól látszik például a nemzeti dohányboltok forgalmán, hogy drasztikusan lecsökkent a forgalma a hivatalosan árusított dohánytermékeknek, de ugye senki nem gondolja, hogy ennyivel csökkent a dohányzók száma, vagy az elszívott cigaretták száma. Hogyha most csinálnának egy olyan csíkszedést, amiből lehetne látni, hogy milyen ukrán, meg egyéb zárjegy nélküli cigarettákat szívnak, különösképpen azokon a helyeken, ahol meg se pályázták a koncessziókat, mert mindenki csempész cigarettát szívott már akkor is. Nagy valószínűséggel ez lesz a alkoholtartalmú italokkal is, ráadásul úgy, hogy azoknak a minőségében Magyarországon most is erősen lehet kételkedni, ezért sokkal jobb, ha az ember biztos forrásból választ, és hogyha biztos források lecsökkennek, akkor a bizonytalanok fognak elszaporodni. Gábor?
Engem annyira nem érint ez a probléma, de a véleményem persze. Természetesen persze. Lehetne nemzeti futóbolt hálózatot is képíteni, de véleményem azért van róla, egy kicsit mulatságosnak tartottam Péter érvelését, hogy azt mondta, hogy Amerikában meg Kanadában működik, de nálunk nem működhetne. Ha behelyettesítenénk a nemzeti italboltot liberális demokráciára, és szembefordítanám ezt az érvet, hogy ott működik, de nálunk nem működhet a liberális demokrácia, mulatságos lenne. Nem ugyanaz, Gábor, a cigarettafogyasztás és a liberalizmus, azért hát, kettőt nem tenném. Nem egészen, nem, nem annyira egészségtelen. Nem egészen, mert én azt gondolom például erről az egész liberális ügyről, hogy nagyon szoros kapcsolatban van az életmód kérdésekkel. Azzal, hogy hogyan éljük az életünket. És azt gondolom például az italboltok kérdéséről, a nemzeti italbolt ötletéről vagy javaslatáról, hogy ez talán egy szerencsés egyensúlyozás. Aközött, hogy megmondjuk az embereknek, hogy hogyan kellene élni, barátom, ne igyál annyit, meg éljél egészségesebben, amit én egyébként nem tartanék egy szerencsés iránynak, mert az emberek kényesek arra, hogy a kormányzat, az állam, a hivatalos szervek megmondják nekik, hogy hogyan kellene megszervezniük az életüket, hogyan kellene élniük, vagy aközött, hogy mondjuk egy ilyen teljes hedonizmusba bocsátkoznának az emberek, mindent lehet csinálni. Én azt gondolom, a nemzeti italból ötlete például azzal, hogy megnehezi a hozzájutást. Tulajdonképpen eljárásokhoz köti, célzottan oda kell menni, hogyha italt akarok venni. Ez egy olyan egyensúlyi helyzetet hozhat létre, ami indirekt eszközökkel próbálja az embereket az egészségesebb életmód felé terelni. Én ebben nem látok semmi kivetnivalót. Ez a furcsa az egész kezdeményezésben, ami már a nemzeti dohányboltnál is volt, hogy ez látszott a kormánynak az elmúlt 4 évben is, hogy kínosan ügyelt arra, hogy a nagy tömegeknek az érdekeit és az értékeit ne sértse. Tehát, hogy tényleg egy olyan típusú kormányzás folyt, ami arról szólt, hogy a népszerűségét nem az elit körében, nem az értelmiség körében, nem a véleményformálók körében, hanem a nagy tömegek, az átlag választók körében megtartsa. És nagyon kevés olyan intézkedés volt, ami ezzel szembe ment, ahol a Fidesz lényegében el tudta veszteni a szavazóit. És ebből az egyik volt szerintem a nemzeti dohányból. Nem volt egy óriási ügy, de biztosan egy olyan ügy volt, mi csináltunk is az intézetünknél, a Policy Solutionsnél egy közvéleménykutatást, ami jól mutatta azt, hogy még a Fidesz szavazóknak is a túlnyomó többsége ellenezte ezt az ötletet. Ez nyilván az alkohol, az még több embert érint, mint a dohányzás, tehát azt előre meg lehet mondani, hogy ez ismét egy népszerűtlen intézkedés lesz. Tehát felmerül a kérdés, hogy vajon mi ezzel az egésszel a kormánynak a célja. Lehet azt mondani, hogy az a célja, hogy megpróbálja a dohányzást, illetve jelen esetben az alkoholfogyasztást valóban visszaszorítani, de hát azért annyira sok egészségtudatosságra, vagy az emberek jobb létére igyekvő intézkedést nem láttunk az elmúlt időszakban, szóval szerintem elég furcsa, hogy miért pont ezeken. A dohányzás ellenes törvényt, hogyha említjük, amiért egyébként WHO díjat is kapott Orbán Viktor. A mindennapi testnevelés ötletén támadások érték a chipszadót, sorolhatnám. Vannak olyan tudatos intézkedések szerintem, amelyek közvetve vagy közvetlenül igenis egy egészségtudatosabb irányba való nyitást szorgalmaznak. Hogy nem ez áll a középpontban, az azért van, mert vannak más kormányzati célok is. De ezek is ott vannak mellettük. Szerintem ezt elvitatni elég nehéz. Szerintem az is borzasztó. Vagyunk a szocializmustól, ahol előírják, megmondják, hogy mit szabad és mit nem. Ezt mondjuk Virginia államra mondanád, hogy szocialista? Nem, de mi nagyon jó úton haladunk, mert most ugye a tankönyvekből is megtudtuk, hogy a Coca-Cola egészségtelen, hogy a Nike cipőben nem szabad szaladgálni, hogy túlzottan támogatjuk a külföldi brendeket, imázsukat. És hát, hogyha most ez is belejátszik ebbe, és ebbe vélhetően benne lesz a bor is, akkor a kormány hogy fog elszámolni, például a szabad pálinka főzéssel? Szerintem ez egy fontos kérdés, amit Otto említett, hogy ez tényleg csak az égetett szeszekre vonatkozik, vagy pedig ugye a sörre és a borra is, mert hogyha a sörre és a borra is vonatkozik, akkor valóban ez rengeteg kérdést vet fel. Például azt, hogy mi lesz a magyar borkereskedőkkel, meg a bor előállítókkal, hát régi nagy patinás pincészetekkel. Borból úgyis túl kínált van, külföldön úgyse tudjuk eladni. Na de visszatérnék egy mondattal csak az előzőekre. Mi lesz akkor a szabad pálinka főzéssel? Mert ha ilyen környezettudatos, meg ilyen egészségtudatos a kormány, akkor kérem, otthon se főzzenek pálinkát, hiszen azt meg lehet inni 50-100 liter bármennyit. És 50 litert egyébként. Hát 50 liter az sok. Azért hetente 1 liter. Azért az lecsúszik relatív. Ezek szerint. Relatív, hogy mi a sok. Kucsmajatú, szerintem itt van, amit a Péter az előbb említett, hogy
hogy ugye az előző rendszer, tehát a nemzeti dohányboltnak a rendszerével a legfőbb kritika az volt, hogy igazából ez arra szolgált, hogy lényegében minden településen legyenek olyan függőségi viszonyban lévő emberek, akiknek a megélhetésük, a bevételük az nemzeti koncessziótól vagy az államtól függ. És én azt látom, hogy igazából ez csak egy újabb lépése a kormánynak a fele, hogy minél több olyan területet, amit ő tud szabályozni és saját birtokba venni, azt tegye meg. Vannak ilyen területek, tehát Mercedes nem fog gyártani a kormány. Tehát ezeket hagyja szabadon virtsaftolni, de azokat a területeket, ahol ő tud függőségi viszonyt teremteni, tehát hogy Orbán Viktortól függjön lényegében az életnek minden területe, jelen esetben az, hogy egyébként kiárulhat dohányt, vagy kiárulhat alkoholt. Bocsánat, egyet visszakérdezhetek, Tamás, mert azért itt nem nemzeti kenyér meg kifliboltról beszélünk, hanem olyan, mondjuk azt, hogy ez egy merész kijelentés, hanem legális drogokról beszélünk, igaz? Tehát ezek olyan drogok, amiket legalizáltak a világ legtöbb területén, a dohányáru is ilyen, az alkohol is ilyen. Ezeket érdemes-e valamilyen... Véletlenül levente. Tehát ez jól látszott, ahol megpróbálkoztak a történelem során a tiltással, hogy abból aztán a legnagyobb káosz lett. És most is, hogyha járt már valaki mondjuk Dánia és Svédország között komphajón, akkor ott látja, hogy mit okoz a tiltás, meg a nagyon szigorú szabályozás. Hát oda járnak lerészegedni a svéd fiatalok ezekre a kompokra, és elképesztő, és hogy mi zajlik rajtuk. És között megy körül. Majd egy hajó, és ott fognak lerészegedni. Egy felmondatot erre kérdéshez, hogy... Tehát ugye itt nem az a kérdés, vagy nem az a fő kérdés, hogy melyik modell jobb, tehát hogyha államosítva van, vagy hogyha mindenki szabadon árulhatja, ez is egy kérdés. A kérdés az, hogy az államosításnak vajon az-e a célja, mint a dohányboltoknál, hogy lényegében haveri boltok kapják meg, tehát magyarul ez egy lehetőség, hogy a különböző függőségeket kiszolgálják pénzzel, tehát az kapjon pályázati lehetőségen dohányboltot vagy italboltot, aki fideszes, vagy pedig nem. És ugye az volt a fő probléma a másik rendszerrel is, hogy ez láthatóan így volt. Elég kevés olyan ügy volt, amiből belső fideszes botrány tört ki. Jól emlékszünk, hogy mondjuk Szekszárdon Hatházi Ákos pont ezért hagyta ott a Fideszt, mert az egész mutyinak tartotta. Nagyon kevés ilyen ügyet láthattunk, ahol a Fideszen belül robbant ki olyan botrány, amit utána a nyilvánosságra is hoztak. Gábor, hadd reagáljam. Hogy Tamás érvelésében a függőség szó az rossz helyen van. Mert a függőség az ezekhez kapcsolódik, a dohányfogyasztás, alkohol. Én, ha más szemüveggel nézek erre, értem a kritikádat, természetesen voltak viták, szerintem ezek az ügyek egyébként nem használtak a Fidesznek, politikai vagy hatalmi értelemben sem, tehát szerintem ezeket hatalmi értelemben is célszerű elkerülni, de úgy is meg lehet ezt fogalmazni, hogy ez helyzetbehozás. Helyzetbehozni olyan embereket, akik meg tudnak élni ebből. Tulajdonképpen ez egy felerősítési politika is. Fel lehet erősíteni olyan embereket, akik meg fognak tudni élni. Nem a tehetség a kritériumuk, hanem a Fideszet, hanem a Fidességük. Hát, igen, azt szerintem nézzük, nagyon fontos, nézzük, mert úgy tud működni egy gazdaság. De akkor nézzünk egy összehasonlító vizsgálatot. Igen. Mondj bármilyen országot, ahol először azt azért húzzuk már alá, hogy az ne legyen szitokszó, hogy valaki fideszes. Az nem szitokszó. És ne legyen kizáró ok, hogy azért, mert valaki fideszes, akkor az már csak korrupt disznó lehet, mert azt hiszem, hogy akkor nagyon sok embert elkezdünk megsérteni. Viszont a trafik mutyi során megtapasztaltuk, és nemzeti italboltot is fideszes, ugye? Tehát ezt megengedjük. Az a kérdés, hogy azért nyeri-e, mert fideszes, vagy pedig van egy ilyen politikai színvakság, hogy aki egyébként a legjobb pályázatot nyújtotta be, azt kapja. Nagyon jól lehetett látni. Szerintem nem ez a kérdés. Bocsánat, az a kérdés, hogy létezik-e olyan konstelláció, amikor valaki azért nem nyer, mert nem fideszes. Mert azzal én sem értek egyet. Biztos, de hogy azért nyer valaki, mert fideszes, az nekem teljesen belefér a papírba. Annak idején, amikor ugye kikerültek adatok, hogy kik nyertek különböző koncesziókat, akkor számtalan esetet is fel lehetett sorolni, amikor MSZP-hez vagy LMP-hez köthető emberek. 5000-ből 2. Most Jobbikhoz is köthető szálak is voltak. Azért én nem kettőre emlékszem, most sajnos hirtelen nem tudnék felsorolni, de legalább 150 olyan eset volt, ahol különböző baloldali vagy liberális szálakhoz, vagy akár szélsőjobboldali szálakhoz is köthető emberek nyertek. Milyen pártállásról az igen erős adatvédelmi aggályokat igen, vett föl. Pontosan erről van szó, itt az az alapvető kérdés, hogy egy ilyen
alapvetően gazdasági jellegű dolognál miért kell, vagy miért szükséges figyelembe venni valakinek a pártállását. Honnan tudjuk, hogy figyelembe venni? Azért, Péter, mert itt éltünk több, mint 50 éven keresztül, világ, amikor de senki nem lehetett semmi, csak ha kommunista volt. De miért, ezért. De most miért meg nem az lehet, miért hanem lépünk más. Vissza oda? Miért lépünk vissza oda? Csak hát most sajnos egy más vagyunk. Rendszerben csak vagyunk. Nem lehet. Csak kommunista itt lehet például vagyunk. Nemzeti dohány. Ugyanott vagyunk, mint a 60-as években. Akárhogyan ágálsz ellene, én ennek örülök, hogy megszűnt az a világ, hogy valaki csak akkor juthatott bármihez, hogyha volt pártakkönyve, vagy balosnak nevezte magát, vagy liberálisnak. Elég volt ennek az országnak ebből. Most más világot élünk. Más, mert most Fidesz tankönyv. Igen, mi a különbség a két rendszer között, hogyha most ugyanez nem van, kell Fidesz tankönyv például. Nem, bocsánat, elég, ha szimpatizálsz, vagy a ti megközelítésetekben. Így van. Gábor megmondja. Tamás át a föltett kérdés. Nem értek egy sor dolgot, tehát, hogy itt megint előjön a tehetség, de hogyha nem az lenne a feltétele, hogy megfeleljen a pályázati kiírásnak, akkor az lenne a baj, hogy nincsen valami adminisztratív feltételhez kötve. Szerintem a tehetség az nem egy adminisztratív feltételnek való megfelelésben jön elő. Azt mondod, tehetség alapján érvényesülni. Hát szerintem ez nincs a feltétel. Hogy méred a tehetséget? Például azzal, hogy képes-e elindítani egy ilyen üzletet, megfelele azoknak a feltételeknek, amelyeket kiad. De ez a tehetség kritérium, akkor elég furcsa. Hogyha egy államilag szabályozott rendszerbe lépsz be, akkor igen. Ha nincs államilag szabályozott rendszer, akkor nagyon egyszerű a tehetséget mérni, mert amelyik dohányboltos fönnmarad, az tehetséges, kivéve persze, ha rossz indulatú vagy. Egy kérdésem van. Ezeket az érveket ugyanígy vetítsd vissza azokra a nemzetközi példákra, amikkel Péter kezdte az előadást, vagy a beszélgetést. Akkor mi a helyzet ugyanezekben az esetekben, Amerikában, Kanadában, és így tovább? Jó, de egyik helyen se pártszimpátia, vagy pártakönyv, a boltnyitás kritérium. Van a pályázati feltételek rubrikában egy ilyen, hogy Fidesz pártakönyv? Hát nem, de bebizonyosodott, hogy így osztották el. De ironizálhatnék is. De nem kell ezen tényeket mondok. Kétharmad van, sokkal több Fidesz szavazó van, meg szimpatizáns, mint baloldali szavazó. Hát a nagy számok törvénye alapján több Fideszes kapcsolat. Na most ez igazolja de, azt, nem, hogy pártszimpátia. Hát dehogy nem, hát de azt mondod. De milyen pártszimpátia? Gábor, ugye, hogyha ezzel azt mondjátok, megnyertem, mert Fideszes. Én meg azt mondom, azért nyerte meg, mert több a Fideszes. Úgyhogy én azt mondom, hogy lépjünk tovább pont egy olyan témára, amit Tamás hozott, vagy Tamás ajánlott a kedves társaságnak. A Magyar Nemzeti Banknak a költéseiről, pénzköltéséről van szó, ugye ezek olyan pénzek, mondja ezt Matolcsi György, amelyek ugye nyereségből származnak, éppen ezért nem is mondható ez az adófizetők kötelezettségének. Ugye itt nagyjából egy 200 milliárd forintos tételről van szó, ami ugye oktatási alapítványok felé és ingatlanvásárlások felé történt. Ti mit gondoltok erről? Ugye egyrészt az, hogy ez nem közpénz, ez ugye azért abszurd, mert minden pénz, amit a Magyar Nemzeti Bank kezel, az közpénz. Ez mondja a Transparency International. Bárki ezt mondja, aki... Hát bárki lát... nem, mondjuk Matolcsi György például jó, nem bárki ezt mondja, aki a rajta igazságot így mondja. Tehát nyilvánvalóan, hogy egy állami szerv kap bármilyen pénzt, az csak onnan származhat, hogy adóbevételekből... És a nyereségre tesz szert, az is közpénz? De a nyereség az valamilyen pénz után szerzett nyereség, az eredeti pénz, az nyilván az adófizetőknek a pénze, amit Selmeci Gabriálával élve eltősdézik éppen Matolcsi György, most éppen szerencsésen ezért lett nyereség. Tehát ez mind államoknak a pénze. Finomított már utána maga Matolcsi György is, meg a helyettese is, hogy azt akart ezzel mondani, hogy nem kellett az adófizetőknek ezért külön befizetést eszközölni, hanem ez úgy, ahogy ez magyarázott, van, csak ettől nyereségből kellett ettől függetlenül ez az adófizetőknek a pénze, tehát az a kérdés, hogy van-e bárki, aki ezt felügyeli, tehát megnézi, hogy jogszerűen költi el Matolcsi György. De hát elmondtam, hogy egy sor intézményt felsorolt, aki a különböző fázisokban kontrollfunkciót gyakorol. Ezek bármilyen liberális demokráciában ott lévő kontrollfunkciókat gyakorló hát, intézmények. Vannak, de itt nincsenek. Hát de, ez a baj. De Péter, így nagyon nehéz lesz beszélgetnünk, hogyha azt mondjuk, hogy minden, ami van Magyarországon, az paraván, az nem létezik, míg közben ugyanilyen szervek vannak máshol, ott meg hivatkozási pontok az érveléseitekben. Nyilván ez segítené, hogyha ezeket a szervezeteket, amikre most hivatkozol, ezeknek ugyanez, hogy nem pártalapon olyan politikusok vezetnék, akik egyértelműen a Fideszhez kötődnek. Tehát ez azért hivatkozási alap Svédországban, vagy azért hivatkozási alap egy csomó országban, mondjuk az állami számvevőszék, mert általában nem valamelyik kormánypárti politikus nevezik ki az élére
És ugyanez igaz mondjuk akár az Alkotmánybíróságra, ahol folyamatosan tömik be az újabb és újabb fideszes politikusokat. Csak ismételni tudom magamat, hogy azok az emberek, akiket az állami számvevőszék élén, vagy bármelyik ilyen intézmény élén eleddig függetlennek tartottunk, azok balosok voltak. Vagy benne is voltak a pártban, vagy ha nem voltak benne, akkor is a holdudvarhoz tartoztak. És akkor egyikőtök sem ágált. Akkoriban senki nem ágált a baloldalról, hogy ez micsoda fölháborító. Miért lenne a fideszes jelölt bármivel is rosszabb szakember, mint akit az MSZP jelölt? Nem tudom ezt elfogadni. Egyetlen egy dolog fontos, azt gondolom, erről a 200 milliárdról most úgy beszélünk, mint a jegybank nyereségéről, ami nem a mi pénzünk, érvel a jobb oldal, márpedig meg kell nézni, hogy honnan származik ez a nyereség. Onnan származik, és így módon... Nem érvel a jobb oldal azzal, hogy nem a mi pénzünk. De, hát bocsánat, a jegybank társadalmi felelősségvállalásból költi el azokra a célokra, de, akkor nem is gondolt ilyet, hogy nem a mi pénzünk. Nézzük meg, Péter, hogy honnan származik ez a pénz. Ez nagyon fontos. De azt is nézzük meg, hogy ha már társadalmi felelősség, ne haragudj, hogy beléd folytam a szót. Nézzük meg, hogy honnan keletkezik. De a társadalmi felelősségvállalás mondta Otto, és itt picit kanyarodjunk rá arra a közgazdász képzésre, amit ugye ezek az alapítványok szeretnének ellátni. Például azzal szerintetek van-e probléma, hogy olyan közgazdasági alapokat fognak ott tanítani, amelyek nem biztos, hogy a neoliberális gazdaságpolitikához köthető. Ezt mondta legalábbis Matolcsy György. Itt van egy állami és egy privát felsőoktatási rendszer, kezdve az IBS-től a Corvinus Egyetemig, ahol folyik közgazdás képzés. Miért kell egy másik? Az egyik alapítvány segítségével teljesen. Most már a Kecskeméti Főiskolán is folyik. Ez baj? Világos. De hagyj válaszoljam meg a saját magam által feltett kérdést. Honnan számolni? Én abszolút. De ez nagyon fontos. Hát, hogy honnan van ez a nyereség? Honnan van ez a nyereség, hogy gyenge a forint. A forint-euró árfolyamának alakulásában van ez, aminek árát sajnos mindnyájan megfizetjük, mert többet fizetünk a benzinért, többet fizetünk egy csomó import holmiért, amit euróba vásárolnak, importálnak a cégek. Az export, tehát nem igaz. Exportőr, vállalkozóink pedig ki vannak virulva, mert sokkal többet kapnak forintban a termékeiket. Világos, de az nem a mi pénzünk, azt viszont mi fizetjük meg. Tehát hamis az az érvelés, hogy ez a pénzhez semmi közünk nincsen. Igenis, van közünk hozzá. De még egyszer mondom, hogy tegyük tisztába a szerencsétlen megfogalmazásból, ne vonjunk le mi is szerencsétlen következtetéseket. Jó, de azért ezt az senki nem állít olyan, hogy nincs hozzá közünk, sőt, kifejezetten az egész program azt célozza, hogy minél jobb legyen nekünk. Hölgyeim és uraim, üdvözlöm Önöket újra a csörtében, a második részben. Az első részben elég sok mindenről beszéltünk, volt szó alkoholról, pénzről, most már csak a nők lennének hátra, de arról biztosíthatom a kedves nézőket, hogy most nem fogunk beszélgetni, meg autók esetleg, arról nem fogunk beszélgetni, viszont ugye a Magyar Nemzeti Banknak a 200 milliárd forintos nyerességéről beszélgettünk, volt szó itt ugye a közgazdászképzésről, amit Kecskemétre kihelyeznének, stb. Ingatlanvásárlásokról még például nem is beszéltünk, viszont Tamásnak van még egy fontos gondolata, ahol elvág az előző igen, részt. Hogy ugye, igen? Amiben ugyancsak eléggé sok típusú interjúra adott elég sok típusú válasz volt, ez, hogy ez a 200 milliárd, ez pontosan az a pénz, amit egyébként közgazdás képzésre szeretne a Nemzeti Bank költeni, vagy ennek a nyeressége. Ugye az első felháborodások pont abból adódtak, hogy elvileg valamilyen obskurus közgazdász képzésre akar Magyar Nemzeti Bank több pénzt költeni, mint a teljes magyar felsőoktatásra, a biológiától az informatika szakig. Egy éves felsőoktatás összege, ami most ilyen változó, de mondjuk 120-150 milliárd között van, attól függ, hogy melyik évet nézzük. Szóval hogy az első botrány szerintem abból van, hogy azt nyilatkozta a Nemzeti Banknak az elnöke, hogy ő a saját pénzéből, mármint amit azt gondolja, hogy a sajátja, arra többet akar költeni az obskurus közgazdász képzésre, mint a teljes felsőoktatásra. A másik gond, hogyha ez nem így van, és igazából valóban csak a nyereségeket akarja erre költeni, akkor is azért ez továbbra is egy nagy kérdés, hogy ez a közgazdaságtan, ez valóban létezik-e, és ez valóban egyébként egy sikeres dolog-e. Tehát, hogy azért elhiszem, hogy szembe megyünk ismét az áramlatokkal, és ez nem azt jelenti, hogy csak neoliberális közgazdaságtant lehet tanítani. Tehát van nagyon sokfajta áramlata a közgazdaságtannak,
ami szerintem nincs, az a Matolcsi féle, tehát ilyen áramlat nincsen. Meg lehet próbálni megteremteni. Ezt mi alapján mondod? Tehát, hogy csak úgy kíváncsi vagyok, hogy melyik alapján az az ország. Döntöd el, hogy vannak, ami van, ami meg nincs. Onnan, hogy nyilván, hogy amik vannak, azokat más országokban használják, amit csak itt használnak, az csak itt van. Meg tanítják. Ez az összehasonlítás. Ez a magyar iskola, nem? Értem, tehát azért mondtam, ez a magyar iskola lehet, hogy sikeres lesz, csak egyelőre viszonylag kevés jelét látjuk, például az államadóság tekintetében. És aztán nagyon remélem, hogy majd reagáltok erre, és amit Tamás mondott, hogy ha azt nézzük, hogy Simor András alatt a Magyar Nemzeti Bank veszteséges volt, Matolcsy György elnöksége alatt meg nyereséges, akkor ebből le lehet-e vonni bármiféle tanulságot? De akkor az nyilván nem a mi pénzünk. Tehát akkor az nem a tanulság, hogy ez nem a mi pénzünk, amiből meg hogy veszteséges. Saját pénzeként kezeli-e? Van itt egy másik nagyon érdekes folyamat, nem csak a forintnak az árfolyama, hanem például ez a kamat csökkentési periódus, aminek, ha minden igaz, most értünk a végére. Azért ezt világosan kell látni, hogy ez pedig a költségvetésben hozott körülbelül majd 300 milliárd forint éves szinten ennyi könnyebbséget, és a hitelezésnek a könnyebbségével közvetlenül hatott a vállalkozókra is, és ha jól hallom, most elindult újra a lakáshitelezés, de jó hatással volt a diákhitelekre. Tehát én azt gondolom, hogy az annál nagyobb bűnt nem lehetett elkövetni, mint amikor 7-8%-on tartott a Simor éveken keresztül a jegybanki alapkamatot, és teljesen ledermesztette a magyar gazdaságot ezáltal. Otto, nem kétséges, hogy ez a jegybanki alapkamat csökkentés, ami hosszú időn át tartott, és szépen folyamatosan csökkent, ez bejött. Ez hatékony volt, jó volt, nem kétséges. És sokkal előbb is meg lehetett volna lépni, mondta igen, ezt más lehetett is. Igen, lehetett volna, volt kockázata, szerencsére ezt elkerültük a kockázatokat. A másik, ami szintén ugye a kedvezményes 2,5%-os jegybanki hitel, tehát a növekedési hitel, az is nagyon fontos volt, itt egyébként az angol példát másoltuk, az is fontos, hiszen megmozdította a piacot. Ami jó, azt nem szabad elfelejteni, ez a kettő egyértelműen jó és hasznos törekvése volt a jegybanknak. Ezt azt gondolom, na, még a baloldaliak is elismerik. Még egy dolgot tegyünk hozzá, ezzel a nyerességgel, ami képződött ilyen-olyan okokból, ezzel két dolgot lehet csinálni. Lehet belőle venni aranyat, lehet belőle venni drágakövet, lehet belőle stafírozni így. Meg lehet úgy is, meg hogy üdülőt is lehet. Mondjuk az, hogy ingatlan. Ne mondjuk azt, hogy az fölösleges, ugyanis 22 ingatlana volt a jegybanknak, amit mire Matolcsy átvette, addigra az összeset elkótyavetyélték. Matolcsy is visszavett egyet. Bocsánat, Matolcsy Györgynek egy-két mondatát hadd idézzem itt, magam nem tudnám jobban elmondani. 45,3 millió eurós üzleti beruházása és az Eiffel Palace segíti a jegybanki mérleget, bevétel oldalon 6,5-7% körül éves megtérülést hoz ez a befektetés. A 7% az nagyon jó lenne, szeretném egyszer látni ennek a bérleti szerződését, mert hogyha a jegybank a saját szervezeteit vagy alapítványait teszi be a 65-70%-ban tele lévő irodaházba, akkor ugye maga fizeti a bérleti díjat magának. Tehát azért ez csak egy könyvelési trükknek tűnik. Tamás, egy fontos kérdés. Húzzuk alá még egyszer, hogy nem veszett el a 200 milliárd, és hogy most 7% hozamot fog-e hozni, vagy kevesebbet, vagy többet, ezt meg majd meglátjuk, ezt megvitatjuk akkor, de a dolog lényege, hogy nem veszett el, senkit nem ért kár, és reményeink szerint majd haszon fog érni bennünket, az egész országot. Egy picit szerintem menjünk is tovább, például a norvég alap már ugye sokszor ekésztétek, vagy tehát ilyen-olyan... A norvég alap felhasználásával kapcsolatban voltak ugye problémák. Jogosulatlan pénzügyi tevékenység gyanúja miatt feljelentést tett a kormányzati ellenőrzési hivatal. Böth Sándor kabinetfőnököt látják, hallják. A norvég alap vizsgálata során megállapítást nyert, hogy az egyik ellenőrző szervezet éveken keresztül rendszeresen pénzkölcsönt nyújtott különböző alapítványok, illetve egyesületek részére. Ezek az alapítványok és egyesületek a kapott összegeket később kamatokkal növelten fizették vissza az ellenőrző szervezet részére.
Közben Péter széttárta a kezét, hogy mi ezzel a baj. Ezzel csak egyetlen baj van, hogy erre nem volt semmiféle engedély ennek a szervezetnek. Tehát nyilván ahhoz pénzügyi intézménynek kell lennie, hogy adhasson kölcsönt. Arról azt mondtuk, hogy a jegybankkal kapcsolatban, hogy pénz nem tűnt el, jó helyre kerül, majd meglátjuk, hogy mennyit. Ez meg egy civil szervezet. Világos, a jegybanknak se a szűken vagy tágan vett tevékenységi köre kereskedelmi ingatlanokat venni, vagy éppen egyetemi képzést indítani. De amikor Simor András volt a jegybank előtt, akkor nem volt probléma, hogy voltak ingatlan, amiktől megszabadult a jegybank, most viszont probléma, hogy újra vásárol a Nemzeti Bank ingatlan? Ezek üdülők, ezek jegybanki üdülők voltak, most visszamegyünk. El, például az osztrák jegybank műkincseket vásárol, vagy éppen hegedűket. Akkor ebben mi a probléma? Ha ez egy nemzetközi gyakorlat, állandóan a nemzetközi összehasonlítással jövünk, akkor ezt értékeljük ilyen magyar, lábszagú magyar provincializmusnak. És itt van egy ellenőrző szerv, a KEHI. Milyen jó, hogy vannak ellenőrző szervek, nem? És működnek kormány ebben az országban. Hát, de hol? Nem az ÁSZ, amelyik független. Ha az ÁSZ ellenőrzés... Ja, akkor most független, akkor nem, az kérem ÁSZ, a nézőket, hogy vessék legalább, össze a 20 perccel ezelőtti érveinket. Gábor, az ÁSZ legalább szerkezetét és beosztását tekintve nem kormányfüggő. Az megint más, hogy ki vezeti az ÁSZ-t, és kik vezetik az ÁSZ-t, de legalább teoretikusan független. A KEHI pedig köztudottan a kormány alá rendelt ellenőrzési szerv. Én egy hazai összehasonlítást hagy tegyek. Borsod megyében, vagy Baranya megyében, ha valaki engedély nélkül kölcsönöket helyez ki, és netántán még a kamat meghatározásában is elszáll az agya, azt börtönbe szokták zárni. Meg úgy hívják, hogy uzsorás. Például. Ja, nyilván, azért nem ártana. Jó, azért nem mindegy, hogy mi ennek a célja. Tehát az a célja nyilván az uzsorásnak, hogy az uzsora kamatokat beszedje. Amennyit láttam ebből a kölcsönkihezésről, ez arról szólt, hogy egy olyan helyzetben, amikor a civil szervezetek nem jutnak semmilyen állami támogatáshoz, radikálisan lecsökkent ugye 2010 óta a civil szervezeteknek a támogatása, kb. 8 milliárd forintról nagyjából 3 milliárd forintra. Amikor a külföldi forrásokat is megpróbálja a kormány megállítani, akkor egy kedvezményes kamatra adtak ezek a szervezetek a civileknek kölcsön. Tehát teljesen más a célja. De fontos kérdés az, hogy bármennyire is szánja azokat a szegény civil szervezeteket, akik nem kaptak állami támogatást, ha egész egyszerűen törvény által ő nem teheti meg azt. Értem. Hogy adjon pénzt. Nem fontos a törvény, de fontos, mert a célok fontosabbak. Fontos a törvény, csak ugye mit látunk itt? Elindult ez az egész norvég civil alapos ügy azzal, hogy igazából itt politikai célokra használják ezeket a pénzeket. És hogy ezek igazából LMP-s szervezetek. Ezt nem sikerült bebizonyítani, ekkor jött egy újabb kör, amikor különböző problémák voltak a norvég civil alappal, de arról kiderült, hogy ezt még egy előző vezetés csinálta, most jön egy újabb. Tehát az a kérdés, hogy ezt az egész hadjáratot, mondjuk fél éve vagy négy hónapja, pontosan miért kezdte el a kormány, ha most derült ki egyébként valami azért, szabálytalanság? Azért, mert egyes szervezetek vezetőinek saját bevallása szerint az így kapott támogatást nem másra fordították, mint kormány ellenes szervezkedésre és akciókra. Ez így van, ez mikor történt? Miután elindultak ezek a vizsgálatok? Tehát ez a kormány ellenes civil szervezkedés, Lázár János volt. Nem? Ez Lázár... folyamatos volt, mi mindig fölhívtuk rá a figyelmet itt a hírtelevízióban, csak senki nem figyelt oda rá egy darabig. Aztán egyre nyilvánvalóbbá vált. Amikor Lázár János ellen tüntettek, az már akkor volt, amikor elindultak ezek a vizsgálatok. Gulyás Márton nem csak Lázár János ellen tüntetett. De civil szervezetek miért ne tüntethessenek bizonyos kormányzati intézkedéseket? Gulyás Márton, aki ugye ezt elismerte, ő azt is elismerte, hogy 2013 októberétől, vagy 2013 őszétől már voltak ilyen célú norvég alappénzfelhasználások, ami kimondottan kormányellenes tevékenységre mentek. Bizonyos célok és akkor még nem volt, akkor még nem volt semmiféle vizsgálódás. Igen, bizonyos célok ellen, ami szerintem a civileknek egy lehetősége. És ugye pont azt láthattuk itt az elmúlt héten, amiről most itt nem esett szó, hogy ahol pártkötődés fölmerült, az most éppen nem a civil szervezetek, vagy nem a norvég alap, hanem kiderült ugye, hogy a KEHI-ben, aki ezt az egész vizsgálatot csinálja, ő egy volt miépes politikus, aminek két érdekes része van. Az egyik az, hogy úgy látszik, a KEHI-n belül nem problémás a pártkötődés, csak a civil szervezeteknél problémás a pártkötődés. A másik pedig, hogy évekig azt hallottuk a Fidesztől, hogy amikor még a kisgazdákról volt szó, a kisgazdákkal soha, amikor a miépről volt szó, akkor a miéppel soha, és most sorra látjuk, hogy ezek a miépes politikusok szivárognak be a Fideszbe,
és fontos pozíciókat töltenek be. Kocsis Máté. Mert az LMP-nek nincsenek. Az LMP miért nem taszítja ki magából Hatházi Ákost, hogy ő valaha fideszes volt? Mert szerintem borzasztó nagy különbség van a között, hogy az LMP-nek amik a céljai, azok nem szélsőséges célok. A MIÉP-nek a céljai annak idején szélsőséges célok voltak, és ezeket... Az LMP szemszögéből a Fidesz az egy szélsőséges párt. De bocsánat, levente azért a szélső jobb, a rasszista, antiszemita, szélső jobb és a Fidesz között én nem tennék egyenlőséget, nem tudom, te miért teszel. Én nem teszek, sokan tesznek bocsánat, a balliberális oldalon. A kérdésedből ez sugárzott. Én most ilyen balliberális észjárással gondolkozom, hogy kéne, nagyon sokan a Fidesz és a Jobbik között egyenlőségelet tesznek. Levente, a balliberális igaz, propagandában igaz, nagyon sokan mondják, csak ezt a mondatot. Nem igaz, ezt nem mondják. Ezt rengetegen mondják, olyat, ezt te is tudod. Nem, olyat kellene csak idézni, ami bizonyítható, és úgy van. Nem kéne azért meggyanúsítani valakiket ilyen gondolkodással, akik ezt nem mondták. Szóval itt tényleg ez a kérdés, hogy A. mit keresnek népes politikusok a Fideszben, B. mit keres egyébként egy független ellenőrzés hivatalban egy népes politikus ennek az egész hajcélőnek az élén. Volt politikus tehát, még az elején, azt mondtad. Volt, nyilván, tehát hogy miután a miép az nem igazán létezik. Csodálattal nézem, tehát hogy ez tényleg, tehát hogy nem is tudok érvelni, mert olyan, mint az angolna. Tehát hogy felesleg, tehát megfogom a farkát, kicsúszik. Tehát teljesen mindegy, mert hogyha egyszer a törvényességre hivatkozok, akkor jönnek a célok. Ha a célokra hivatkozok, mit tudom én, nemzeti versenyképesség, egyéni életet jobbá tétele, akkor jönnek a törvényes, akkor hivatkozok az intézményekre, hogy vannak független kontrollintézmények, nem azok. Amikor más kontextusban jön elő, akkor mégiscsak az a különbség, hogy ez független, az meg nem a politizáló az. Politizáló civil szervezet, az civil szervezet. Azért, mert itt két szervezetről volt szó. Én csak annyit mondtam, hogy az egyik a kormány alá van rendelve, kormányirányítás kézi vezérés alatt működik, a másik legalább elméletileg független. És az az állami számvevőszék. Én csak ennyit mondtam. De azért azt még egyszer szeretném megerősíteni, hogy azok a civilnek álcázott szervezetek, amelyek a Norvég alaptól pénzt kaptak, ezeknek javarésze, tudom, hogy nem mindegyik, de javarésze ezt a pénzt arra használta föl, hogy egyébként a balliberális kötődésű politikai programjukat végrehajtsák belőle. Teljes joggal kelt ki az állam az ellen, hogy ez a pénz nem erre a célra érkezik az országba. Értem, és akkor azok a civil szervezetek, amelyek mondjuk a békemenetben részt vesznek, amelyek egyértelműen kormánypártiak, akkor gondolom azokkal is ugyanígy fog a kehét vizsgálódni. Kaptak a Norvég alaptól pénzt? Nem a Norvég alaptól, mert az a Norvég adófizetők pénze ez a kérdés, hogy a magyar adófizetők pénzéből kaptak a pénzt. A norvég adófizetők pénze rendben van. Amikor ti beszéltek arról, hogy civil, a civil egy varázsszó. A civil független minden politikai elköteleződéstől, csak magasrendű céljai vannak, nem is iszik alkoholt, semmit nem csinál, nem veri a feleség, nem történik semmi. Magasrendű céljai vannak, mint liberális demokrácia, mennyei boldogság vagy földi boldogság, amit ez a gonosz csúf kormány minden ármánykodásával megpróbál megakadályozni. Szó sincs arról, amikor elkezdünk erről beszélni, hogy lehet, hogy tényleg vannak álcivil szervezetek, lehet, hogy a civilek tényleg politikai célokat követnek, lehet, hogy tényleg... Most a cöfről beszélsz? Lehet, hogy tényleg egy civil szervezet nem viselkedhetne úgy, mint egy uzsorásbank. Akkor nem számít, mert vannak a céljaik, amelyek nemesek. Nem, szerintem a Gábor ez a kérdés, hogyha valóban kérdés? Vannak ilyen szervezetek, akkor azt függetlenül a KEHI, vagy az ÁSZ, vagy bárki az ügyészség, megvizsgálja mindkét oldalon. Tehát ha azt mondjuk, hogy vannak olyan civilek, akik valóban kifejezetten politikai célokat akarnak, akkor mindkét oldalon, Tamás, tehát hogy van ebben bármilyen kettős vissza, amikor azt mondtam, hogy Matolcsi lenyilatkozta, hogy a folyamat minden állomásán ott van valami ellenőrző szerv, akkor azt mondjátok, hogy ezek nem, hát ez lényegtelen, mert ezek nem függetlenek. Most pedig azt mondod, hogy legalább vizsgálják meg. Most igen, akkor mit, de mit akarsz szeretném... akkor tulajdonképpen? Na, tehát, hogy függetlenül vizsgálják meg ezt. De Gábor, itt megint annak a tanúi vagyunk, hogy előbb olvassák fel az ítéletet, sem mint hogy a bírósági tárgyalás elkezdődött volna. Itt ugye arról volt szó ennek a bizonyos szervezetnek az esetében, hogy vádemelési javaslatot tesznek a bíróság. Hát engedjük már meg a bíróságnak, hogy eldöntse, hogy
történt-e valami szabálysértés, törvénysértés, vagy sem? És utána mondjuk véleményt. Mi csak azt mondta, a Tamás csak azt mondta, ezek a szervezetek nagy bajban voltak, időlegesen kisegítették őket pénzzel, ez nem uzsora kölcsön volt, és vissza is fizették. Ennyit mondtunk, nem azt, hogy ezt támogatandó, csinálja mindenki ezt. Visszajöttünk a kiinduló ponthoz, hogy még, de ettől függetlenül mégiscsak egy olyan pénzügyi tevékenységet végzett ez a civil szervezet, amit nem végezhetett na de volna. A bíróság, ha 1% kamatolta, vagy 100%-ra. És azt mondja, hogy ez a szervezet ilyen és ilyen törvénység. Az igazságszolgáltatás, az Péter, mindenhol úgy működik, hogy emelnek egy vádat, aztán a bíróság letárgyalja, hogy ez tényleg úgy van, vagy nem. De a vádak közül nem biztos, hogy mindegyik igaz, vagy úgy igaz, ahogy a vádemelés történt. Gondoljuk már végig, hogyha ebben nem kifejezetten egy politikai játszma lenne a civilek ellen, akkor elképzeljük, hogy ebben az országban az a legnagyobb probléma, azért kell tele legyen a média ezekkel az ügyekkel, mert volt egy olyan szervezet, amelyik adott kölcsön civil szervezeteknek jó célokra, alacsony kamatra, és lehet, hogy ez nem volt de az engedélyei között. Nem mentettem föl, hogyha ez valóban törvénytelen volt, akkor de legyenek mondtad, elítélve. Civil szervezet jó célokra. Te is kiállítottad az ítéletet. Nem csak azt mondtam, hogy ebben azért van a kormány részéről a politikai hadjárat, mert különben egy ilyen viszonylag apró dologban nem lenne ekkora ügy. Ha valóban történt törvénytelenség, akkor nyilván ítéljek el őket. Csak azért gondoljuk végig, hogy vajon azért emeli a kormány ezt ekkora szintre, mert ez a legnagyobb probléma az országban, vagy a legnagyobb problémák között van, vagy azért emeli a kormány ilyen magas szintre, mert hadjáratot akar kezdeni azok ellen, akik még megmaradtak, van valamennyi források, és nem feltétlenül kormánypártja. Én szeretnék konszenzusra jutni a Tamással. Valóban politikai játszma folyik, a hatalmon lévő politikai erő politikai küzdelmet folytat azon álcivil szervezetek ellen, akik pedig ő ellene folytatnak politikai küzdelmet. És innen kezdve helyére kerülnek a dolgok. Csak nem kell őket civil szervezetnek nevezni, és nem kell nekik pályázni a civil szervezeteket megillető pénzre. És nem lenne semmi vizsgálat. Szerintem menjünk is tovább, mert van még egy-két, hát hogy picit le tudjatok lazulni, egy-két bulvár téma. Itt van például egy nagyon érdekes kis adok-kapok, ami hát nem új keletű már, ugye Tarlós Istvánról és Lázár János duettjéről van szó. Egy ilyen kis kommunikációs háború vette kezdetét, nem tudom, hogy lehet ezt háború, inkább csetepaténak mondanám. Tarlós István szavait hallják. Nem tudom, hogy Lázár Jánostól mit lehetett konkrétan hallani. Ami elhangzott állítólag tőle, azt én tőle személy szerint nem hallottam. Egyébként is János a keresztneve, nem pedig mindenható. Tehát nyilván meg fognak születni bizonyos végleges döntések, az uniós források, a fejlesztési pénzek, vidék és főváros közti megosztásáról. Úgy gondolom, hogy ebben az alkudozásban különös tekintettel arra, hogy mégiscsak egy politikai közösséghez tartozunk, olyan nagyon rossz esélyekkel nem indulok, és nem indul a főváros. Aztán erre jött egy gyors kis csörte, ugye Tarlós István és egy állatkert összefüggésre került ugye a felszínre, utána pedig Tarlós minek menjen Brüsszelbe, hogyha az kormányokkal lesz szerződésben, és nem városokkal, ugye ez volt aztán erre a visszaütés. Mit gondoltok erről, ez vihar a biliben, mennyire szerencsés ez például az önkormányzati választás előtt? Ez komoly dolog, Budapest fejlesztésének ügye egy nagyon komoly. Tarlós István azt gondolom úriember, a csörte a másik részvevőjéről pedig azt gondolom, hogy nem mindenható. Igen? Nem tudom, hogy mi van mögötte, kommunikációs szempontból ez szerintem Tarlósnak jöjjött, hiszen tudja, hogy egy olyan városban van, ahol a Fidesz többség az épp hogy van meg, és egy vita a kormánnyal az neki nem jön rosszul. Gábor? Két mondatot fogok mondani. Szerintem az embert az ellenfelei teszik nagyjá, itt két erős ember vitatkozik, ebből az is következik, hogy a kihívói Tarlósnak meg se tudják őt szólítani, tehát ők esélytelenek. Egy politikai közösségen belül zajlik a vita két erős ember között, ami emeli szerintem mind a két szereplőt, különösen Tarlóst az önkormányzati választásban. A másik, ez egy személyes megjegyzés, ezen túl azt írjátok a nevem alá, hogy angolna vadász. Igen, Otto. Én az egésznek a stílusán, hangnemén, színvonalán igencsak kétségbe vagyok esve. Ugyanakkor azt látom, hogy ez egy
teljesen valóságos politikai küzdelem megint csak a kormány egyik vezetője és a főváros vezetője között, és nagyon bízom benne, hogy a küzdelem olyan véget fog érni, amelyben mind a főváros, mind pedig azok a célok, amiket a kormány képviselője mond, hogy tehát a vidék ugyanolyan fontos, mind a kettő érvényesülni tudnak. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, ez volt a Csörte, legközelebb egy hét múlva találkozhatunk, viszontlátásra.